Az elmúlt évek téli időszakában hagyományá vált, hogy a szociális, egészségügyi, valamint rendvédelmi szervezetek képviselői összegyűlnek egy krízis megbeszélésre Nyíregyházán. A találkozó célja, hogy az érintett szervezetek koordináltan tudjanak felkészülni a térre. Minden olyan saját intézményt és gazdasági társaságot, illetve olyan külsős partnereket, akár rendészeti szerveket, egészségügyi szolgáltatókat, akik a téli krízis helyzetben tehetnek valamit a nyíregyházi városlakókért. Tehát az elsőleges cél az, hogy felmérjük azokat a paramétereket, hogy ki milyen eszközökkel és humán erőforrással rendelkezik, hogy a krízis helyzet áll be, akkor miben tud segíteni. Itt vannak kötelezettségek, kinek mi a kötelezettsége. Történt a legutóbbi egyeztetésünk óta valamilyen intézményi átalakulás, például volt olyan, hogy megszűnt egy bentlakási intézmény a városban, akkor nekünk ezt figyelni kell, el kell követni, vagy fúzionált két, egyesült két intézmény. Ezeket átbeszéljük, egyeztetjük a telefonszámokat, az e-mail címek, az elérhetőségeket, van-e valamilyen változás a rendszerbe, és milyen olyan helyzetekkel fölkészülnünk, amit meg kell oldani, itt legyen szó extrém hidegről, vagy éppen tűzifaosztásról. Tehát ezeket a kapacitásokat, képességeket beszéljük meg és hangoljuk össze, hogy ne legyen probléma Nyíregyházán az idejét élen sem. A városban a közelgő hidegre való tekintettel 120 ágyal készülnek az oltalom szeretett szolgálatnál, és naponta 130 adag meleg ételt osztanak ki. A Periféria Egyesület pedig a nap 24 órájában fogadja a hívásokat. Az alpolgármester úgy tudja, nem növekedett a hajléktalanok száma a városban. Adott esetben a lakók érezhetik úgy, hogy növekedett, de valójában ez attól azért lehet, mert bizonyos helyeken jobban csoportosulnak, valamilyen ok miatt ott láthatóbbá válnak, de jelentősen, szignifikánsan Nyíregyházán a hajléktalanok száma nem növekedett, tehát erről nem beszélhetünk. Természetesen itt nappali ellátás, bentlakásos ellátás, egészségügyi ellátás az, amit szolgáltatunk a hajléktalanoknak, és maga a krízis megbeszélés egyik fókuszában is a hajléktalanok vannak, hiszen amikor extrém hideg állhat be, erről kapunk egy központi jelzést, akkor például a bentlakási intézményeknek kötelező megnyitni a kapuit az olyan személyek előtt, akinek nincs hova hazamenni arra az időszakra. Tehát őket különösen védi a törvény, és különös fókusz vető rájuk. Jászai Menyhért hozzátette, nem csak a hajléktalanok számára biztosítanak ellátást, több száz rászoruló igényelt tűzifát idén. Emellett közel 20 féle különböző szociális támogatásra lehet jelentkezni az önkormányzatnál.